verseny a város évfordulójához kapcsolódik, így minden évben a kérdések a helytörténethez kapcsolódnak. Különböző kérdéstípusok vannak, a kivetítőn itt hátam mögött ki fogjuk majd vetíteni ezeket a kérdéseket, illetve én mindent el is mondok a csapatoknak. Általában 4-6 fős csapatok vannak, és gyakorlatilag kapnak a csapatok ilyen játékos lapokat, amin csak karikázniuk kell, vagy beírni a megoldást, tehát nagyon egyszerű a dolog. Nyilván megvitatják egymással, és akkor az általuk helyesnek vélt választ azt felvezetik a játékos lapra, és még annyi, hogy vannak olyan feladatok, amelyeknél viszont számít az időfaktor is, tehát nem árt az sem, hogyha jól és gyorsan válaszolnak. Van olyan, amikor időre kell megoldani egy feladatot, van olyan, amikor ki kell találni valamit, ami minél előbb kitalálja, minél kevesebb információból találja ki egy csapat, annál több pontot kap. Van olyan, amikor egy kicsit meg kell érezni azt, hogy mire gondolhattunk, amikor feltettük a kérdést. Tehát elég összetett, elég sokféle játékszabály létezik. Csak a kérdésekre kell válaszolni, a tematikát annyiban mondhatnám, hogy igazából nyilván a városnak a múltjában vannak fontos művészeti, sport, események, történelmi események, vannak gyakorlatilag az egészségüggyel, az oktatással kapcsolatos kérdések, tehát nagyon sok minden jöhet, és így van tematizálva egy kicsit az egész. Hogy hívták az idén 40 éves Városszépítő Egyesület elődjét? Nekik is külön köszönet a mai rendezvény létrejöttéért. Van egy Dombóváros könyvem, amit a Szöke Marika néni írtásomtól kaptam kölcsön. Tavaly is abból készültünk, úgy gondoltam, hogy ez bevált, úgyhogy azt lapozgattam idén is. Remélem, hogy lesznek tavalyi jellegű feladatok, dombóvári jellegzetességek felismerése, meg gondolom várostörténeti információk. Négyen válogatottak voltak, és a négyből három idegen légiósként megfordul Dombóváron, melyik az, amelyik nem Dombóváron játszott. Nem készültem specifikusan erre a vetélkedőre. Nagyon szeretjük az összes kvízt, ez mondjuk évente csak egyszer van. Tavaly második lett a csapatunk, úgyhogy ezt a helyet szeretnénk az idén is minimum megszerezni. Kicsit izgulok, hogy nehezek lesznek a kérdések, de azért remélem, hogy összekapjuk magunkat, és sikerül jó eredményt elérni. Én általában a zene, irodalom, de mondjuk itt a Dombóvárnál ez akármi is lehet, ami éppen itt a városra vonatkozó valami kérdés, lehet, hogy éppen abban tudok valamit hozzátenni. A jó társaság, valamint a kiváló hangulat jellemezte a vetélkedőt.